Sziasztok! Itt vagyunk a Cutler... Melyikben? Sopronban. Most éppen a soproni Cutlerben, ahol egészségnap van, de ma egy egészen kicsit egészséggel kapcsolatos dolgot fogunk beszélni, ez az edzés. Ugye az edzés az egészséghez szükséges. Na most Kati Bélával rengeteg agyarodjant edzéses sztori van, még olyan is, amiben én is benne voltam, mert neked ilyen egészen őrületes edzési szokásaid voltak régebben is, de ez most is megvan. Tehát például azt hiszem, azt nyugodtan elmondhatom, hogy mondjuk az, hogy elmegyünk Amerikába, és Kati Béla éjjel kettőkor találja ki, hogy el kell menni edzeni, ez ugye nálad teljesen normális. Annó teljesen normális volt, hát most is amúgy. Hát ez, ugye? Ez az éjjel kettő. Az edzés külön minősége és intenzitása közt van óriási különbség, mert nem mindegy, hogy amikor az ember versenyzői korszakában van, és akkor, hogy edz, mert akkor az a legfontosabb az életében, meg most ugye most már apa vagyok, dolgozok, rengeteg más dolgom van, és sokszor csak beesek edzeni. Ezt egyébként sokan nem értik, tehát a Kati Bélának most nem kell a 2012-es csúcsformájában lenni, az akkor volt a versenyen, most már nem kell. Egy versenyt csinálnánk, vagy egy ilyen bármilyen értékítéletet mondanánk a régi Kati Béla edzés, és a jelenlegi közt, akkor azt mondanánk, hogy a jelenlegi Kati Béla egy edzés. Tehát, mert a jelenlegi edzésem az semmi. Gondolom, hogy akkor, amikor kellett, megtettem, amit kellett, és a versenyzőket is akarom akár erre buzdítani, hogy amikor megtették a versenykarrierjük alatt, hogy keményen edzenek és mindent megtegyenek, aztán már nem kell, szerintem. Nem kell, akkor fenntartunk egy szintet, és erről szól, egészséges, élhető szintet. Megfelelő izomtömegű, de nem óriás fizikumot fenntartsunk, ahhoz bőven elég kötelességként is akár tekintenünk az edzésre. Én például heti 4-5-ször edzek, maximum 60-75 percet, valamikor terv nélkül megyek le edzeni, megcsinálom, jól esik, jól is érzem magam tőle, amikor olyan napom van, akkor jobban megnyomom, amikor olyan negatív napom van, akkor elkezdek egy olyan gyakorlattal, ami könnyű nekem, aztán szépen lassan ráhangolódok, akkor is megcsinálom azt az edzést, azt a 60-75 percet is, plusz természetesen azt a 30 perc kardiómat, aztán tök jól érzem magam, és megyek haza, és szerintem látjátok, hogy évek óta körülbelül ugyanazt a fizikumot, én egy 115 kg-os fizikumot fenntartom, úgy gondolom a jelenlegi edzésem, életvitelem és táplálkészítő szokásaim bőven-bőven az egészséges tartományban vannak. Ha a jövőben természetesen lesz valami egészségügyi, üzleti, vagy bármilyen problémám, az nem a jelenlegi életmódon lesz köszönhető, hanem a régi. Hát ott azért voltak elég durva súlyok, meg elég durva dolgok, viszont az számodra teljesen normális most is, hogy itt vagyunk egy ilyen rendezvényen, és te egyszerűen beesel és edzel egyet, tehát nem nincs megkötve nálad, hogy most délután 5-6 óráig kell edzeni, hanem ezt ugyanúgy lazán kezeled teljesen. Azt hogy tudod megoldani, hogy bárhol, bármikor tudsz edzeni gyakorlatilag? Én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb versenyző karrier után edzeni, mert nem kell 100%, nem muszáj 100%-ot nyújtani az edzésen, nem kell hozzálődnöd, hogy mikor ettél szénhidrátot, mennyi idő telt el. Én alapvetőleg egész nap nem eszem sose teli magamat, tehát aránylag mindig kicsiket eszek sűrűn, ezáltal bármikor képes vagyok az edzésre. Én úgy gondolom, hogy szeretnék több időt tölteni a családommal, a kislányommal, több szabadidőt, és amikor ott vagyok egy edzőterem, például itt, és van éppen azt mondják, hogy na most 60 percig nem forgatunk, akkor én nekiugrok és megcsinálom 60 percig az edzést. De hogy szered össze magadat azért bármikor, bárhol, most ahhoz képest, hogy mentálisan... Ha nincs nálam zene, akkor is... Ugye a mentális fókuszfokozókat most vegyük ki. Amúgy is például a Super Hero-t úgy hiszem, hogy fél adag. Komolyan? Nem iszok én már egészen. Minek terheljem? Minek terhe? Nem akarok már nem bírom, váltani. Nem bírom ki. Nekem a... Tessék? Nem bírom ki. Az nem elég finom a fél adag. Az egész adagot kell. Mert engem röhögni szoktak, hogy a pult mellett vendégek állnak, és akkor mondom, hogy fél adag Super Hero-t kérek. Néznek rám, te, mondom mindig. Ez egyébként régen nem így volt, hanem régen a kávé, meg az edzés előtti, meg az összeöntögetünk mindent. Nekem régen a fél adag Super Hero az már nagyon-nagyon-nagyon jól működik. És ha mondjuk későn este edzek, 8-9-10-kor kezdem el, utána eltelik 1-2 óra, és tudok is aludni. Ha lábazok, akkor megiszok egy egész adag Super Hero-t, de amúgy egy fél adagot. Nagyon egyszerű,
hogyha éhes vagyok és úgy kell egy gyorsan elkezdeni edzeni, akkor simán glutamint vagy BCA-t vagy mindkettőt iszogatok edzés közben, és akkor nem esik le a vérszikra, bam, meg van oldva. Nem kell. Igen, ez a glutaminnek az egyik jó kis funkció. Megvan, ha éhesen esek be, akkor is leedzek, mert akkor nem leszek éhes, mert viszik be egy kis aminosavat például a glutamin formájába. Az edzést meg úgy kezdem el, úgy hangolodok, hogy elkezdek melegíteni, gimnasztikázni, karkőzés, törzsöntések, csuklóközés, stb. Azt csinálom 5-6 percig, és kis súlyokkal elkezdek edzeni. Ha nincs kedvem, és úgy érzem, hogy nem fogom menni az edzést, akkor is csak úgy elkezdem, ha úgy csinálom, immelámmalat csinálom, előbb-utóbb mindig rehangolódok. De mondtad, hogy gyakorlatokkal is van egy trükk. Nagyon fontos, hogy ha beesek, vagy nincs úgy kedvem se edzeni, akkor mindig olyan gyakorlatot kezdek, amit szeretek, imádok. Tehát például nekem az a szeretik, imádok gyakorlat, amiben nem érzek semmilyen fájdalmat egyből a gyakorlatban. Például hátedzésnél azért be kell melegíteni a vállamat, vagy melledzésnél, de például hátedzésnél a szűrfogású leúzást, az simán beülök csigára. Megfogok szűkölt. És akkor bemelegíted bele gyakorlatilag. És közben meg elkezdem a vágkörzéseket. Mert ott nincsen nagy nyúlás az ízületi szögbe a szűkfogási leúzásnál, tehát simán el tudom kezdeni spontán is. Most volt egy régi szokásod, az nem tudom, megvan-e még, hogy neked a kocsiban mindig volt edzőcucc. De nagyon, ráadásul nagyon sok. Tehát mindig volt ezek. Van még a mai napig? Ha már kamerával is megnézzük, akkor röhögni fogsz, mert most is így van. Tehát nálam 3-4 edzőnadrág, 2 edzőcipő, zokni, gatya, pörgető, glutamin, BCA, 10 póló, és úgy szoktam csinálni, hogy benyúlok ma ebbe a pólóba, edzek, elsőnök szagló minta, hogy már edzettem-e benne, vagy nem, és ha nem edzettem benne, jó, az illat, akkor felveszem, és abba edzem. Egy probléma van ezzel, hogy az én kocsimba jöttünk.